Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime and Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve kifejezetten fantáziadús történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint Tsukiga, Michibiku, Isekai Dojo, mely műfelt tekintve a fantasy kategóriába tartozik, és legelőször Azumi Kei tollából jelent meg 2012-ben egy kötetnyi novella formájában. Későbbiekben 2013-as indulással megjelent a 19 kötetnyi light novel, illetve 2015-ös indulással a 13 kötetnyi manga is általa. Ám legvégezetül 2021 és 24 között két évad formájában, avagy 37 részként az anime is megjelent Ihara Kenta, forgatókönyvíró, valamint a rendező Ishihara Shinji jó voltából. Történetünk egy a jelen világunkban élő középiskolás fiúval, Misumi Makotóval veszi kezdetét, aki egy váratlan idézés hatására egy másik, a varázslat által uralt világba kerül, egy régi paktum nyomán. Azonban a paktum két megkötője közül csupán csak Tsukuyomi, avagy a védelmező isten ismeri el, különösebben a nem jóképű főhősünket, kit az új világ istennője száműz az emberek birodalmából. Makoto ennek is köszönhetően hamar rájön fő feladatára, melyet Tsukuyomi felruházta, miszerint rávár eme tökéletesnek hit világ megmentése, avagy megreformálása, melyben a tökéletes külsővel megáldott emberek a legromlottabb s legtorzattabb belsővel rendelkező lények. Makoto útja során számos hőstetet is visz végbe, melyek által a félemberek vezetője lesz, mint a világ legerősebb teremtménye. Ám küldetését rengeteg akadály is nehezíti, melyet leginkább az istennő zúdít a nyakába, és persze későbbi szövetségesei, avagy a sárkány Tomoe, Mio a fekete özvegy, és Shiki az élőholtak királya, akik gyakran eléggé különc kihívásokat támasztanak az irányába. Összességében nekem tetszett ez a történet, mely remekül ötvözött számos műfaji elemet. A képi világon túl a még zseniálisabb zenei betétek is emelték a sorozat tekintélyét, melyben szerintem az egyetlen hiányérzetet hagyó elem nem más lenne, mint a karakterek közötti kapcsolatok fejlődésének hiánya. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a Tsukiga Michibiku Isekai Dojo egy 10/9-es sztori lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!